35. alkalommal szervezték meg a ZAI hetet, amelynek középpontjában az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés áll. A szervezők a járványügyi intézkedéseket betartva idén is változatos programokkal próbálják felhívni ezekre a diákok figyelmét. Ökofal és egészségsarok is segíti a cél megvalósítását. Az intézmény aulájában pedig Kukas Karolina Eszter fotóművész kiállítását tekinthetik meg egész héten. A hátrányos helyzetről, a mély szegénységről szól, és azt gondolom, hogy igenis ki kell nyújtani a kezünket azok felé, akik ebben a helyzetben vannak, és mivel a mi szakmánk, amiket oktatunk az egészségügy és szociális szférában is ehhez kapcsolódik, ezért ez nagyon fontos feladatunk. A hét többi napján is interaktív előadások várják a tanulókat, amelyeken kiemelt figyelmet kap a gyakorlati és az elméleti képzés. Ez mind a diákok, mind az oktatók szempontjából fontos, hiszen az elmúlt években, mint minden terület, az oktatás technológia is fejlődött. Olyan új eszközöket vezettek be, amelyek segítségével a végzett hallgatók a lehető legnagyobb rutinnal kerülhetnek be az egészségügybe. Az elmúlt 10 évben számos képzőintézményben, illetve számos egészségügyi intézményben úgynevezett skill laborok, vagy klinikai demonstrációs egységek kerültek kiépítésre. Itt Nyíregyházi Kórházban is megtörtént az infrastruktúra, illetve az eszközök beszerzése. Tudomásom szerint most a COVID helyzet miatt az átadás az még egy picit csúszik, de ezekkel a laborokkal és magas hűségű szimulátorokkal tudjuk azt a képességet elérni, hogy a tanulóink, hallgatóink már a betegágy melletti gyakorlat során is megfelelő képességgel, jártassággal, rutinnal, manualitással kezdjék meg a betegellátást. Ez a tanulók és a betegek biztonságát is szolgálja. A folyamatos fejlődés szempontjából pedig fontos, hogy a diákok minél több tudományos kutatásban vegyenek részt. Ezt a célt szolgálja a tehetséggondozás is, hiszen a ZAI-ban végzettek rendszeresen folytatják tanulmányaikat a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az egészségügyi szakterületek jelentősége mindig vastagon aláhúzott, és folyamatosan felértékelődik. A presztízse azt gondolom, hogy az utóbbi időben nő. Nyilván a nehézségek is az elmúlt időszakban jellemzően gyarapodtak, de ezek a nehézségek is azt gondolom, hogy az egészségügyi szakembereknek a szükségességét mutatják, és azt, hogy az egészségügyi ágazaton belül mindig szükség van jól képzett, szakmailag és tudományosan is képzett szakemberekre. Ezt a célt nem csak az első alkalommal megrendezett tudományos nap, az egész hét programjai szolgálják. A hagyományőrző ZAI hét november 19-én az Összefogás erejével érzékenyítünk című előadással és táncbemutatóval zárul majd.